Kultúrkelt elnevezésű program elsődleges célja, hogy sokszínű és színvonalas program kínálattal járjon a lakosság kedvébe. Vagy hát felújított közösségi tere a kaszinókert kiváló helyszíne a rendezvénynek. Az esemény mottója a Kultúrkert, ahol a művészet és az élmény találkozik, arra utal, hogy a zene, a táncművészet és a kreatív programok révén műfajokat keresztező és vegyítő kínálattal várják az érdeklődőket. A könnyed szórakozásról ezúttal egy olyan zenekar gondoskodott, akik bár alapvetően klasszikus zenét játszanak, ám ezt átdolgozzák egy mindenki számára könnyen befogadható előadásmódra. A fellépő zenészek egy család tagjai, akik gyerekkorok óta erre a pályára készültek. Édesapánk zenetanár, ő részfúvós hangszereket oktat, szóval nem véletlenül mindannyian mi is egy részfúvós hangszer mellett kötöttünk ki. Egészen kicsikorunktól vonzott bennünket a zene, nem is igazán gondolkodtunk abban, hogy más legyen az életünk. Az, hogy együtt tudtunk maradni, az szerintem az is a zene varázsának köszönhető, hiszen az együttzenélés mindig sokkal izgalmasabb, mint a külön, és főleg a testvérekkel ez egy külön ajándék, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem válunk meg ettől a lehetőségtől. A zenekar 29 éves, de persze azért azt úgy könnyű, ha a tagok nem csak a muzsika miatt vannak szoros kapcsolatban egymással, és az időszámítás visszanyúlik a tagok gyerekkoráig. Amint hangszert kaptunk a kezünkbe, a kedvenc meséink zenéjét apa meghangszerelte négyünkre, és játszottuk, ha kellett, ha nem. A szomszédoknak nagyon hálásak vagyunk, hogy nem lincseltek meg minket, de igen, picikorunktól kezdve együtt zenélünk. Az együttjátszás az gyakorlatilag együtt szívdobbanást is jelent, és hogyha ezt olyan emberekkel tudja megosztani az előadó, akivel bizalmi kapcsolatban van, aki közel áll hozzá, az mindig még rátesz egy lapáttal. A térzene program egy mindenképp hiánypótló kezdeményezés, és nagyon örülünk, hogy a részesei lehetünk. Nagyon jó érzés az, hogy a kultúrára van igény, hogy komoly zenei együtteseket is, illetve minden műfajból is szoktak országszerte ennek a program keretében foglalkoztatni, és szerintem ez egy olyan aspektusát, olyan arcát mutatja meg a hazai magyar művészeknek és művészvilágnak, zenei világnak, ami nem feltétlenül jut el ennélkül az emberekhez. Az, hogy ilyen zenét játszunk, még visszanyúlik a gyerekkorunkra, mondja Valéria. Ez egyfajta lázadás volt a részünkről, ugye mivel mi klasszikus zenészek vagyunk, mindannyian ebben tevékenykedtünk, és most is van komoly zenei együttesünk, ami abszolút klasszikus részfúvós kvintett. De egy kicsit szerettünk mindig kitekintgetni a dobozból, meg úgy egyáltalán nézelődni a világban, és így jött az ötlet, hogy komoly zenei slágereket, ismert dallamokat egy kicsit megbolondítsunk, és elképzeljük, hogy talán mi lett volna, hogyha Mozart most él, akkor milyen formában álmodja meg a török indulót. Ebből született ez az ötlet. Egyébként is szeretjük, mert vannak olyan emberek, akiket ezzel közelebb lehet hozni a komoly zenéhez, de természetesen a végső cél, hogy mindenki hallgassa meg az eredetit is. A Kultúrkert kapui legközelebb augusztus 26-án és 27-én nyílnak meg a látogatók előtt.